27-en kaptak idén kitüntetést augusztus 20-a alkalmából. A legrangosabbat Jókai Anna kapta. Az írónőt a Magyar Érdemrend nagy keresztjével tüntették ki. A díjazottak között volt még Fónagy János volt miniszter, Béres József vegyész és Kondor Katalin újságíró is. Az idei augusztus 20-ai események sorából sem maradt ki a legrangosabb állami kitüntetések átadása. Kövér László azt mondta, azoké a dicsőség, akik nem csak várják, hogy megtörténjenek velük a dolgok, hanem tesznek is érte. Ha végig tekintünk a kitüntetettek névsorán, megnyugodva állapíthatjuk meg, hogy nem ingott meg az értékrendünk, és az államalapító ünnepének ragyogása ma is azokra vetül, akik tehetségükkel, tudásukkal és teljesítményükkel váltak méltóvá a figyelemre és közmegbecsülésre. Jókai Anna kapta idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Az írónő azt mondta, az a legjobb dolog az életében, hogy ebben a változó és anyagias világban megmaradt az olvasó közönsége. Egy ilyen nagyon magas elismerés, ez arra jó, hogy az ember ne úgy tekintse, hogy ez egy gyémánt szög egy egykori koporsó fedélbe, hanem ezt úgy kell tekinteni, hogy az emberek még több kötelessége és még több joga van arra, hogy amit igaznak vél, azt próbálja írásban, szóban és hát emberi magatartásban is a világnak felmutatni. A kitüntetettek között volt Fónagy János volt közlekedési és vízügyi miniszter. A politikus hosszan sorolta, mi minden kötődik a nevéhez, de a legbüszkébb arra a politizálásra, amelyet az ellenzéki időben folytatott. Energia és vízügyekben sikerült olyan politikai kompromisszumokat kialakítani, amely alapvető nemzeti érdekeket szolgáltak, legyen ez akár az energia termelés vagy a magyar víz tulajdonjogának dolgaiban. Összesen 27-en kaptak állami elismerést, köztük Béres József vegyész és Kondor Katalin újságíró is.